Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Csináljuk tovább ezt az orvosi videókat, ami egy soha befejezendő történet, mivel mindenféle bajunk lehet, és hát nem fogom mindegyiket itt elsorolni, de azért még egy pár dolgokat megbeszélhetünk. Szóval például nézze. Regardez. 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 Nézze. Ez, hogyha fáj valakinek a lába, vagy mit tudom én, és meg akarja neki mutatni az orvosnak, hogy hol fáj, azt kell neki mondani, hogy regardez, nézze. J'ai le nez qui coule. Folyik az orrom. J'ai le nez qui coule. Folyik az orrom. J'ai le nez qui coule. J'ai la grippe. Influenzás vagyok. J'ai la grippe. J'ai la grippe. Vagy megfáztam, j'ai un rhume. J'ai un rhume. J'ai un rhume. Megfáztam. És viccből, amikor így beszélünk, és azt mondjuk, hogy, hogy megfáztunk, akkor a barátokkal, mert olyankor mindig be van dugulva az orrunk, és akkor úgy szoktuk mondani, hogy j'ai un rhume. J'ai le rhume. Tudom, ez csak nekem vicces, de mindegy. Azért vicces. Ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy rüm, úgy mondjuk, hogy rüb, mivel be van dugulva az orrom. Mindegy. Na jó. Hol fáj? Où avez-vous mal? Où avez-vous? Szóval où az a hol. Avez-vous, neki van, önnek van. Mal, fáj. Où avez-vous mal? Hol fáj? Où avez-vous mal? Hol fáj? Regardez ce bleu. Nézze ezt a zúzodást. Ezt a kéket, úgy mondják franciául. Regardez ce bleu. Regardez ce bleu. Ilyen az enyém. Ráz a hideg. J'ai des frissons. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Ráz a hideg. Mindenhol, partout. 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 Mindenhol. Szed valamilyen gyógyszert. Prenez-vous des médicaments? Prenez-vous des médicaments? Prenez-vous, hogy ön szed-e, des médicaments, médicaments, az a gyógyszer. Prenez-vous des médicaments? Oui. Pour le cœur. Igen, a szívemre. Hogy jó szívű legyek. Igen, a szívemre. Oui, pour le cœur. A cœur, az a szív. Ne felejtsétek el, hogy ezeket a videókat mindig úgy csinálom, hogy oda le a kommentekbe, oda, ahova lehet írogatni dolgokat, oda mindig leírom, hogy hogy kell írni ezeket a dolgokat franciául. Jobb, ha nem nézitek meg, mert jobb, ha előbb tudjátok, hogy hogy kell ezeket a dolgokat kimondani, és nem leírni, mert a legfontosabb az, hogy hogy kell őket kimondani. És hát, ha tetszett ez a francia lecke, akkor mutassátok meg a barátaitoknak, vagy mindenkivel osszátok meg, és hát nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok!